A Párbeszéd Magyarországért szóvivője Tordai Bence. Ül velem szemben, jó reggelt kívánok. Arról szeretnék önnel beszélgetni, hogy milyen mély lyukat üthet a magyar gazdaságon a Volkswagen botrány. Ugye lehet tudni azt, hogy a magyar ipari termelésnek 22%-át adja az ipari, az autóipar. A teljes export 13%-át. Ez őrületesen sok. Ugye most már Varga Mihály miniszter is azt mondja, hogy egészségtelenül hangsúlyos az autóipar Magyarországon. De hát ezt persze eddig büszkék voltunk rá, most pedig ez nagy gond lett. Igaz lehet-e az, amit a miniszter mond, hogy a krónikus függés lehet csökkenteni a gyógyszeriparral, az orvosi műszergyártással, most csak sorolom, amiket ő mondott, gépipari alkatrészek gyártásával? Hát természetesen igaz lehet, tehát néhány évtizedes távlatban könnyen át lehet állítani a magyar gazdaságot. De érdemes azt megnézni, hogy rövid távon most milyen veszteségekre számíthatunk, illetve milyen veszteségeket nyertünk már le, anélkül, hogy tudtunk volna róla. Ugye Varga Mihály azt mondta, hogy 100-150-200 milliárd talán az a bukta, ami a magyar gazdaságban a Volkswagen csalása miatt megjelenhet. Most jött ki a Bank of America elemzése, ami 3-500 milliárdról beszél, és ez a magyar GDP-nek a csökkenése 1,5%. Azt is jelenti ez, hogy az adóbevételek csökkennek, akár 100 milliárdos nagyságrenddel, azt is jelentheti ez, hogy több száz munkahely vészel mondjuk a győri Audi gyárban. Tehát egyrészt egy nagyon súlyos lyukat üthet a magyar gazdaságon ez. De nézzük meg azt, hogy már eddig ez a csalássorozat milyen károkat okozott. Nézzük. Tehát itt konkrétan például az, hogy milyen környezetvédelmi besorolás alá esik egy adott autó, az befolyásol egy csomó adót, például a regisztrációs adót, a cégautóadó mértékét, amiből több tízmilliárdos bevétele van évente az államnak. Hogyha kiderül, hogy itt 100 000-es nagyságrendben valójában magasabb környezetvédelmi besorolásba kerültek ilyen Volkswagen, Audi, Skoda, stb. Dízelmotoros autók, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar állam a magyar adófizetők pénzéből húztak ki hatalmas pénzeket. Na most ezt meg lehet-e úszni, mert nem veszi észre a magyar állampolgár, vagy tehetetlen, mint annyi más közügyben, vagy ezt polgárjogi perekben kell majd érvényesíteni esetleg a magyar állammal szemben? Hát itt az állampolgárok nyilvánvalóan áldozatok, azok is, akik vettek ilyen motorral hajtott autót, és azok is, akik nem. Én nem hiszem, hogy itt egyesével kéne bíróságra járkálni ezeknek az embereknek. A magyar kormánynak kéne képviselnie kivételesen a választók és az adófizetők érdekét. Politikai képviseletet lehet például ellenzéki párttól elvárni az adófizetőknek, vagy az ilyen motorral rendelkezőknek? Hát most a PM egyelőre az egyetlen, aki megpróbálja felhívni arra a figyelmet, hogy a kormány így felteszi a kezét, és azt mondja, hogy jaj, hát nagyon sajnálatos, hogy ez történt, de szerintünk nem kell lépni semmit az ügyben. Szerintünk iszonyú sok területen kell lépni az ügyben, meg kell nézni, nem tudjuk, hogy hány ilyen dízelmotoros autó fut Magyarországon, mennyi az adókiesés emiatt az elmúlt években, meg kell nézni, és most vizsgálják a PM jogászai, hogy például közbeszerzés csalás miatt lehet-e feljelentést tenni és kártérítést kérni a Volkswagen gyártól, hiszen úgy nyerik meg sorra a közbeszerzéseket, ugye minden miniszterelnöktől az államtitkár helyettesig Audival, Volkswagennel, Skodákkal járnak az állami tisztségviselők, elképesztően túlburjánzottam úgy az állami autóflotta, és híresen jó a kapcsolata a Porsche Hungária és a Fidesz kormány között. Szóval meg kell nézni, hogy itt például nyerhettek-e volna, hogyha a valóságos károsanyagkibocsátási értékek szerepelnek a pályázatokban, az ajánlatokban, mert ha nem, akkor egyrészt ezt a konkurensek is megtámadhatják, másrészt pedig ugye magasabb árat fizettünk, mert azt gondoltuk, hogy egy jobb minőségű terméket kapunk, egy kevésbé környezetszennyező terméket vásárolnak közpénzből, tehát fel kell lépni nagyon sok területen az államnak, például meg kell nézni a kiadott típus bizonyítványokat, felülvizsgálni, és ehhez képest úgy tesz a gazdasági miniszter, mintha ezzel semmi dolgunk nem lenne. Érdekes, hogy azt is mondja, hogy a dízelmotorok hatékonyságának köszönhetően Európa korábbinál jóval kevesebb olajat fogyaszt, természetesen minden relatív, de azért most ennek a botránynak a kapcsán a dízelnek a nagy környezet kímélő jellege is megkérdőjeleződött. Persze ez most egy új keletű vita, ez még nem zárult le. Néhány éve már kiderült, hogy súlyosan rákkeltő anyagokat bocsátanak ki a dízelmotorok. Tehát még ha hatékonyabbak is, környezeti szempontból károsabbak, mint a benzinesek, és hát nem beszélve természetesen mondjuk az elektromos autókról, vagy a tömegközlekedésről és a bicikliről. Szóval most, ami ebben a botrányban kiderült, hogy itt a nitrogénoxid kibocsátás akár a 40-szerese lehet annak, amit a teszteken bemértek. A nitrogénoxid egy nagyon durva anyag, tehát
klímaváltozást okoz, savasesőket okoz, smogot okoz, a tüdőt roncsolja, asztmát okoz, főleg gyerekeknél. Nem tudom, hányan tudják, hogy a budapesti légszennyezettség miatt átlagosan 3 évvel élünk kevesebbet, mint hogyha egy jó levegőjű kis faluban élnénk például. Tehát nem becsülném le az egészségügyi hatásait sem, ezért amikor sorba tesszük fel a kérdéseinket a minisztereknek, akkor az Emberi Erőforrás Minisztérium is kap néhány kérdést, hogy hány ember érintett ilyen betegségekben, mennyit költünk erre, hogyan változtak az elmúlt években a légszennyezettség miatti megbetegedések. Tehát ez ugyanolyan rejtett költség, amit eddig kifizettünk, mint a kieső adóbevételek. Tehát azt gondoljuk, hogy a Volkswagen csoportnak nagyon komoly kártérítéseket kell fizetnie, és a magyar kormánynak ebbe az irányba azonnal határozott lépéseket kell tennie. Itt tudatos döntésről volt szó, a legfelsőbb szinten meghozott csalássorozatról van szó. Ezt hogy érti? Hát lemondott a vezérigazgató, tehát hogy ez nem egy... Igen, már összekapcsoltam. A magyar kormányban is folyamatos csalássorozatok és közpénztolvajlások vannak, kivételesen ezt nem ők csinálták, ők falaznak neki. Tehát az a nagyon durva, hogy itt van egy stratégiai partnerség, van egy ilyen urambátyám viszony, összefonódik a politika és a gazdasági hatalom, és a kormány a Volkswagen csoport érdekeit védi, ahelyett, hogy a magyar emberek érdekeit védeni. Láthatjuk-e hasznát kivételesen az urambátyám viszonynak azzal, hogy a miniszter azt mondta, hogy most a munkahelyek megtartása a legfontosabb, na de hogyan lehetséges ez? A stratégiai partnerekkel kapcsolatban is százszor kiderült, hogy leépítenek, hogyha érdekeik úgy diktálják, hiába stratégiai partnerei a kormánynak. El lehet-e várni? Valószínűleg a Volkswagennél óriási elbocsátások lesznek. Magyarországon is. Vagy megúszhatjuk, ahogy a miniszter mondja? Hát persze, ez nyilván úgy van, hogy leülnek a Volkswagennél, jaj, a Misiéknél, a Viktoréknál ne építsünk le, mert azokkal olyan jóba vagyunk. Ez nyilván nevetséges ebben reménykedni. Azt kell megnézni, hogy például Magyarország az Audi gyár bővítéshez 42 milliárd forint támogatást nyújtott, munkahelyenként 20 millió forinttal támogattuk meg ezt az üzembővítést. Hogyha megkérdezünk egy magyar kisvállalkozót, hogy 20 millió forintban hány új munkahelyet hoz létre, akkor azt hiszem nem az egy lesz a válasz. Tehát amikor ilyen durván túltámogatott multikról van szó, akkor egy kicsit érdemes megnézni, hogy mi ebből hogyan tudunk valamit visszanyerni. Mert... Hogyan tudunk? Milyen lehetőség van erre azon túl, hogy azt mondják nekik, hogy léci-léci? Vannak ezek a híres stratégiai partnerségi megállapodások, most kiderül, hogy ennek van-e bármi kézzelfogható értelme. De már derült ki, tehát stratégiai partnerek már építettek le munkahelyeket annak ellenére, hogy mutatkoztak a kormány legfontosabb képviselőivel. Ez végül azt mondtuk, hogy ez egy szemfényvesztés, tehát a PM örül, hogyha vannak... jó ipari termelő vállalatok Magyarországon. Nem lenne rossz, tehát a stratégiai kapcsolat partnerség... sem. Ha működne, nem lenne rossz, nem? Tehát tulajdonképpen a gondolat maga nem ördögtől való, csak nem működik. Hát, hogyha vállalnak olyan kötelezettségeket a cégek, amiket aztán számon lehet kérni rajtuk, akkor szuper. Van ilyen része? Tud róla a stratégiai partnerség? Hát amiről tudni lehet, az magyarul szólva bullshit, tehát... Magyarul szólva? Igen. Mondjuk szépen... Vannak állítólag titkos... Értelmetlen vagy. Igen. Szófia beszéd. Szóval... Viszont vannak olyan titkos záradékok, amik talán lesincsenek írva, amik arra vonatkoznak, hogy ezeknek a baráti vagy stratégiai partner cégeknek milyen Fidesz baráti médiában kell hirdetnie, és hasonló elvárások. Látott már ilyen titkos záradékot? Nem, ez a pesti legendáriumnak a része, de... Nagyon hihető. Tehát ha megnézzük, hogy például hol hirdetnek ezek a cégek, érdekes módon mindig a kormány kedvenc médiájában. Na de ez le és amikor írva? Összevesztek. Nem, valószínűleg nincs leírva, hülyék lennének leírni, nagyon jól tudják, hogy... Hozzáférhetőek nyilvánosan ezek a dokumentumok, a stratégiai partnerségi szerződése? Erre kértek most nem tudnék, ki? Nem tudnék érdemes volna most ezt megnézni például az érdemes volna, nagyon sok adatot kérünk most ki ezzel az üggyel kapcsolatban, valószínűleg erre is rá kell kérdezni, és köszönöm a tippet, mert eddig még csak 5 minisztérium és néhány szakhatóság érintettségét észleltük, de tényleg most egy ilyen nyomozás folyik, mert a magyar kormány nem végzi el azt a munkát, ami megnézi, hogy hol érintett a magyar társadalom, a magyar adófizetők, a magyar emberek, mint biológiai lények, akiknek az egészséget mérgezik. Szóval, hogy hogyan vagyunk károsultak ebben az ügyben? Partnerek-e az ellenzéki pártok önökkel? Ültek-e le, tárgyaltak-e nagyobb például a szocialistákkal arról, hogy milyen fellépést igényel ez a helyzet a magyar állampolgárok képviseletében, védelmében? Ez egy viszonylag friss ügy. Múlt héten elkezdtük már az Európai Parlamentben Jávor Benedek PMS képviselő révén ezeket a lépéseket. Vizsgálat indul az Európai Parlamentben,
a dízelbotránnyal kapcsolatban. Magyarországon minden kicsit lassabban történik, és később csorognak le ide az ügyek, de minden esetre most mi elkezdtük kongatni a harangot, és nagyon remélem, hogy ebben a többi ellenzéki párt is partner lesz, és hogyha van kellő nyomás politikai oldalról, társadalmi oldalról, a média felől, akkor a magyar kormány sem tehet más, mint hogy elkezd utána járni ezeknek az ügyeknek. Jávor Benedek révén tud arról esetleg, ahogy mondja, túl friss az ügy, de ezek egyelőre hipotetikus kérdések, de fontosak, hogy ugye az EU vezetése már teljesen egyértelművé tette, hogy csak úgy jön ki ebből jól Európa, hogyha abszolút transzparenssé teszi és mindent kivizsgál. Az európai autóipar csak akkor mentheti meg önmagát, hogyha nem söpri szőnyeg alá ezt az ügyet. Vonatkozhatnak ránk olyan utasítások, elvárások, törvények, amelyek Magyarországon is annak a megúszását jelenthetik, hogy szőnyeg alá söpörjük ezt az ügyet? Hát itt például azt kell teljesen átállítani, hogy hogyan vizsgálják ezeket az autókat, hogy nem lehet még egyszer átverni a hatóságokat, hogy volt eddig lehetséges az, hogy autógyárak által finanszírozott kutatóintézetek végzik ezeket a vizsgálatokat. Valószínűleg kell egy egységes európai mérésügyi hivatal, vagy valami eljárás legalább kidolgozni, és ezt megvalósítani minden tagállamban. Uh-huh. De a lépések nagy része az tagállami hatókör. Tehát most itt a ATV híradóban hallottam, hogy a spanyolok például az adókedvezményt, amit az állítólag környezetbarát autók után adtak, azt egyszerűen visszakövetelik. Ilyen lépéseket kell megtennünk nekünk is, és ez 10 milliárdos tételt jelent, ami a magyar költségvetés mai helyzetében szerintem nagyon komoly súlya. Elképesztő, és még csak az elején járunk az egésznek. Köszönöm szépen, hogy elmondta, és hogy foglalkoznak a problémával.